Július 11. Hétfő. A tegnapi nap elfelejtettem hagyni bejegyzést. Nem mintha annyira sok mindent csináltam volna. Nem is fogok minden nap írni, csak ha van, miről. A mai nap például majdnem meghaltam. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Szóval mit csináltam tegnap? Elkezdtem magam visszahozni formába, úgy döntöttem elkezdek edzeni. Jó az, ha szerintem tudok futni úgy 2 percnél többet. Arról nem is beszélve, hogy növelnem kell a kitartásomat, erőmet, hogy megvédjem magam, ha rám veti magát valamelyik szomszédom. Volt szomszédom. Persze a tudás se utolsó. Befejeztem a lakatosság kezdőknek könyvet. Nem fog világot megváltani. Az író biztos tolvaj volt, mert írni nagyon szarul tudott, az is biztos. Szerintem semmit nem tanultam abból a könyvből, viszont belekezdtem egy másikba. Ami a gyűjtögetésről szól. A könyv címe Játék a vadonban gyerekeknek. Mivel gyerekeknek készült, ezért ez már sokkal jobban, érthetőbben le volt írva. Mai nap le is teszteltem tudásom. No de tegnap még néztem az úgy néz ki új kedvenc műsoromat, az Ács Mesterek Mestere sorozatot. Sikerült is újabb trükköket elnyernem. Már csak szerszámok és alapanyagok kellenének, aztán hasznosítani is tudnám őket. Megmondom őszintén, kicsikét küzdöttem a gondolataimmal. Vajon egyedül vagyok? Valaha jön a segítség? A tévében arról beszéltek, hogy legelőször egy körülbelül egy hete fedezték fel a vírust, Kentuckyba. Persze váltig állítják, hogy elzárták, nem fog tovább terjedni, és aggodalomra semmi ok. Én, aki ezt így belülről látom, nevetséges a számomra. De mi lesz azokkal, akik még benn vannak? Azt is mondták, hogy a fertőzés levegőben terjed. Ha ez igaz, akkor én hogy nem lettem megfertőzve? Immunis vagyok. Ezeken merengtem többnyire, amikor nem kötöttem le magam valamivel. De az igazán nehezek. Az éjszakák. Nem tudhatod, hogy nem eltör rád valami az éjszaka folyamán. Néha hangokat is hallani kívülről. Ezért nem is halszok sokat. A mai napon már elhagytam a házat, meglepetésemre egy darab két lábon járó féregzsákkal se találkoztam, de nem is baj, így tudtam nyugiban gyűjtögetni. Ma mondjuk többnyire semmi hasznosat nem találtam, faágak, bogarak, amiket el is raktam igazából, ki tudja mi jöhet még jól. Igen, a bogarakat is. Nagy gyűjtögetésembe elkerültem az egyik szomszédom házához, ahol még nem jártam. Kifejezetten megfontoltam, mentem oda. Nem nagyon mertem bemenni anélkül, hogy megnézném, van-e benn valaki. Amennyire kívülről látszódott, teljesen üres volt. Hát kerestem egy nyitott ablakot, és megint csak betörtem egy újabb házba. Előkaptam a késem, és átkutattam a házat először, nyugodtan, számítva minden sarokba jövő támadásra. Szerencsére nem volt senki. De a konyha is elég üres volt, sajnos, csak a hűtőbe találtam néhány kaját. Noha nem kell aggódjatok, még van elég kajám szerintem hetekig. Az igazi veszélyt nem az éjség és a szomjúság fogja okozni. Legalábbis még nem. Ahogy végeztem a ház átnézésével, azonnal hazaindultam, pont jókor, mert mire végeztem a pakolással, addigra ment a kedvenc műsorom. Kár, hogy nem adnak egész nap valamit a tévébe, lekötne és csak akkor mennék el, ha muszáj lenne. Örültségnek fog hangzani, de napi edzésem egy részét kint töltöttem a szabadban, a friss levegőn. Igazából megmondom őszintén, jól esett, bár folyamatosan néztem a szemem sarkából össze-vissza, nehogy hátba támadjanak. De végeredményében a komplett edzésemet kint tartottam a ház melletti tisztáson. Egy darab lyukas fogú nem volt, ne aggódj, nem itt ér el majd a vég. A ház mellett van 2 kuka. Úgy döntöttem, hogy kikukázom, ami bennük van, kiszedem a szemetes zsákokat belülük, és bent átnézem, mi van bennük. Bevittem őket a konyhába, ahogy éppen ott pakoláztam, hangokat hallottam. Nyitva hagytam a rohadt ajtót, érted? És bejött az egyik sorvadt agyú.
Majdnem sikeresen rám vetette magát. Az utolsó pillanatban vettem észre, és ugrottam el. Aztán persze megbízható késemben már nem okozott problémát, de ma majdnem ott hagytam a fogam. Ezután szükségem volt egy kis lenyugvásra. Elmentem a fürdőbe, megmostam az arcom, hogy lehiggadjak. Nagyon oda kell figyelnem, hogy az ajtót nem hagyhatom nyitva. Nem is értem, hogy sikerült. Lehet, hogy egy picit elbíztam magam, amiért kimentem és kint edzettem, és nem volt senki sehol. Persze a hullát is ki kellett cipeljem. Megmondom őszintén, egy hosszabb botot kerestem kb. Egész nap. Egy hosszabb, erősebb fegyverre van szükségem, mert az a kés nem a legjobb szemtől szembe. Mint ahogy mondtam már, de rohadjak meg, csak azért se találok sehol semmi hasznosat. Elmentem a sarokról, benéztem egy házba, találtam hasznos cuccokat, de persze fegyverként használhatót nem. Ahogy a kertben nézelődtem, a szomszéd kertben egy két ballábas jött felém, keresztül esett a kerítésen, én pedig támadtam. Hát nem eltörik a késem, miközben éppen harcolok vele? Miközben az életemért küzdök? Utána sikeresen átlöktem a túloldalra. De ahogy visszabénázta magát, sikerült megfogni a lábam. Egy nap kétszer majdnem meghalok. Utána földre küldtem és addig rúgtam, amíg csak mozgott. Utána is órákig nézelődtem, hát ha valamivel pótolni tudom megbízható késem, de persze semmit nem találtam. Ilyen az én szerencsém. Egy gyors mosakodás után felbontottam egy krumplis konzervet. Tudom, tartalékolnom kellene a konzerveket, de valamiért ezt kívántam meg most. Nem tudom miért, de megmondom őszintén, ha bármelyik nap meg tudok halni, akkor szeretném inkább azt lenni, amit szeretnék. Nem pedig koncentrálni arra a jövőre, hogy majd később talán jó lesz. Befejeztem a napi edzésemet, legalábbis a maradékot, ilyen levezető edzés, tudjátok, hogy van ez? Van a fő edzés, meg a levezető edzés. Szerintem holnapra izomlázom lesz rendesen. Mindegy, ha már nem tudok mozogni, akkor mivel sok könyvet gyűjtöttem, lesz mit olvasnom amúgy is. Bele is kezdtem egy újabb könyvbe, a Szabás hülyéknek címűbe. Pont annyira értek hozzá, mint ahogy a cím feltételezi.